23 év után elköltözik a Szombathelyi Televízió szerkesztősége a Géfény Gyula utcából. Az új helyet az Agora Művelődési és Sportház iroda szárnyában alakítják ki, már zajlik az átalakítás. Az első emeleten helyezik el a TV és a Szavária Fórum szerkesztőségét, az alaksori volt táncteremben pedig a stúdiót. A médiaközpontot és az Agorát közgyűlési döntés értelmében 2022. január 1-jével összevonják. Már megkezdődött az archívum, az irattár és a bútorok átköltöztetése az új helyre, hamarosan a szerkesztőség, a vágóállomások, a stúdió és a vezérlő is átkerül a sportházba. A pakolást, szállítást a médiaközpont munkatársai végzik. A költözés és az új adáslebonyolító rendszer kiépítése hatalmas és időigényes feladat, amely mellett szerkesztőségi munka nem végezhető. Ezért augusztus 2-ától 2 héten át televíziónk nyári szünetre vonul, nem készül híradó és változik a magazin műsorok rendje. Nézőink nem maradnak helyi adás nélkül, ez idő alatt ismétléseket láthatnak majd. Terveink szerint augusztus 16-ától jelentkezünk ismét friss híradóval és magazinokkal, már az új helyről új díszletekkel. A Szombathelyi Médiaközpont munkatársai az elmúlt napokban és az elkövetkező 1-2 hétben óriási munkában vannak. Költözzünk át egy másik épületbe, a sportházba, a jelenlegi helységből. Tehát ezt a helységet nagyon hosszú ideig, több évtizedig használta a Médiaközpont, úgyhogy nagyon-nagyon sok eszköz, irat, ingóság felhalmozódott itt, amit most részben szelektálnak a kollégák, részben már elkezdtek átszállítani. Ez egy óriási munka, nagy szakmai kihívás is, hiszen olyan eszközöket kell újra üzemelni, ami nagyon-nagyon hosszú ideig egyben volt. Úgyhogy azt reméljük az elkövetkezőkben, hogy augusztus közepétől, 16-a utántól már a sportház épületében egy új helyen, de a megszokott minőségben fogunk továbbra is a televízió nézői számára elérhetők lenni.